Köszöntöm Önöket! Ádám vagyok, hasbeszélő. Akár víz kortyolása közben is el tudom mondani, hogy ez az Eszi magazin 13. adása. Kezdjük a rövid hírekkel. Glögy-glögy! Új szakaszába lépett a következő tanévi gólyavárás, hiszen nemrég került sor a 8. osztályos diákok írásbeli felvételére. Január 18-án az Esziben összesen 198 diák rugaszkodott neki a megmérettetésnek, ketten pedig a pótlónapon teljesítették a vizsgát. A felvételizőknek számot kellett adniuk matek tudásukról, majd helyesen és véletlenül sem pontos jével kellett kitölteniük a feladatlapot magyar nyelvből. A felvételeken látható nebulok közül a legjobbak nem is olyan soká esziként léphetik át az iskola kapuját. Reméljük, minél többen lesznek majd így. Bár még nincs itt a ballagás ideje, vannak, akiknek már januárban véget ért a tanév. A pénzügyi számviteli ügyintéző képzésben résztvevő diákok néhány héttel ezelőtt a technikusi búcsúztatón zárták le az elmúlt másfél évet, amit az érettségi után az Eszi falai között zártak. A február pedig már a vizsgák egyében telik számukra. Túl vannak az írásbeli és az interaktív vizsgákon. Hamarosan pedig a szóbeli megmérettetés következik. Ezúton kívánunk nekik sok sikert! A Kultúra napja alkalmából idén is vetélkedővel kedveskedtek az Eszi szakma csoportjai a 8. osztályosok számára. Hagyományteremtő célra tavaly rendezték az első ilyen versenyt, mely idén is egy meghatározott téma a gépek forradalma köré épült. Ezzel kapcsolatban várta minden munkaközösség játékos feladatokkal az ifjakat. Természetesen az Eszi magazin is ott járt kameráival, hogy mikrofon végre kapja a 8-osokat. Mi a véleményed eddig a versenyről? Hát nekem nagyon tetszik, nagyon ötletesek a feladatok, és rettentően ki vannak találva az összefüggések közöttük. Szerintem nagyon szórakoztató és játékos verseny, és jó véleménnyel vagyok róla. Melyik feladat volt a kedvenced? Az a feladat, ahol gazdálkodni kellett a pénzösszegünkkel, ingatlant és egy bizonyos gépet kellett vásárolni, és ugye a mindenféle érték, csökkenést és növekedést beleszámítva a lehető legnagyobb összjövedelmet kellett elérnünk. Inkább amikor a dinamót kellett összerakni, és azzal kapcsolatban kaptunk kérdéseket. A kedvencem nekem talán az autós volt a csarnokba. Az volt a legkönnyebb is, egyben. Idén 5 csapat vett részt a kultúranapi vetélkedőn, melyet a Paksi Bezerédi Általános Iskola csapata nyert, egy ponttal megelőzve a Deák Ferenc Általános Iskolát. A legügyesebbek pedig nem maradtak jutalom nélkül, ezúton is gratulálunk. Az Eszikor rovat 1988-as képzeletbeli naplójában Csajági Sándor tanár úr, iskolánk nevelési igazgató helyettese következik. Vele beszélgettünk. 1988-ban érkeztem az Eszibe, 3 évet tanítottam a Vagbottyán gimnáziumban előtte. Hát az első évek egy fiatal tantestület volt az Esziben, kis létszámú osztályokkal, és ami számomra a legfontosabb volt, hogy olyan tanulókat tanítottam, akik rendkívül érdeklődek voltak a fizika iránt, egy belső motivációval rendelkeztek. Ma is örömmel emlékszem vissza azokra az órákra, amikor a feltett kérdésekre, akkor a válasz fel kellett írni a táblára a tanulónak, futva mentek ki a táblához. Milyen tantárgyakat tanít? Hát a tantárgyak matematika és fizika, de mióta igazgató helyettes vagyok, azóta csak fizikát tanítok. Egy-egy évben volt matematika mellette. Mit tart fontosnak tanárként? Hát tanárként a tanulók részéről azt tartom fontosnak, hogy a tanulók rendelkezzenek egy belső érdeklődéssel az iskola, a tanulás iránt, a tantárgy iránt, és egy motivációt kell a tanulóban fölkelteni. Ez úgy érdem, hogy a tanárnak, a pedagógusnak a feladata, ha nincs meg. És ha a motiváció érdeklődés megvan, akkor nagyon sok mindent el lehet érni a tanulóval. Tanárként pedig úgy érzem, hogy az a fontos, hogy a tanár képes legyen a pedagógiai megújulásra. Hát az én pályám során, ha végig gondolom, körülbelül 2-3-szor kellett teljesen átgondolnom azokat a módszereket, a tananyagot, amit egyáltalán tanítottam, és nyugodtan mondhatom, hogy egy-egy ilyen változás után azokat az óravázlatokat, meg amit írtam, feljegyzéseket szinte használhatatlanak voltak, mert egész másképp kezdtem el tanítani. Tehát ha ez a pedagógiai megújulás egy tanárban megvan, akkor úgy érzem, hogy meg tud felelni az évtizedek során is a kihívásoknak. Hogyan látja az Eszi jövőjét? Hát az Eszi 1990-es évekig ugye a vállalati iskola volt,
azóta alapítványi iskola. Én nyugodtan mondhatom, hogy ezek a változások, mik végigmentek az ESZ életében, az ESZ-nek a hírnevét, a ragját csak öregbítették, tehát semmiképp sem volt káros. Én úgy látom, hogy azáltal, hogy a Paks 2 részéről a két új atomerőblokk meg fog épülni Pakson, a mi iskolánknak is a beiskolázása lényegesen nőni fog, hiszen mind a szülők, mind a gyerekek látni fogják azt, hogy egy biztos megélhetést és munkahelyet teremt a atomerőmű. Mivel tölti a szabadidejét? Hát szabadidő, megmondom őszintén, elég kevés van. Az iskolai munka, mert az önkormányzati munka eléggé leköti az időmet. Ami szabadidőm van, azt megpróbálom otthon a családi körben eltölteni, kertészkedéssel vagy éppen olvasással. Mik a tervei a jövőt illetően? Hát a jövőt illetően, hogyha azt nézzük, mi az, ami a tanár számára a legfontosabb lehet? Én úgy érzem, az a pedagógiai megújulás, amit már említettem, mind módszertanulag, mind szakmailag. Ádám vagyok. Tökélyre fejlesztettem a teleportálás technikáját. Természetesen nem vagyok annyira profi, mint Gyula István, aki az egyik pillanatban zenél valahol, majd egy másik helyen műsort vezet, utána hallhatjuk a rádióból, vagy riporterkedik a helyi televíziónál. Vele beszélgettünk. Gyula Istvánt Pakson és környékén sokan ismerik, akár a Csengei Dénes Kulturális Központban végzett munkája révén, akár a Sosem Ugyanaz Comedy Klubból, vagy önálló zenés estjeiről. Az eszisek számára azonban nem ezekről, hanem a riportkészítés rejtelmeiről, szépségeiről és érdekességeiről tartott előadást. Mióta dolgozol a Paksi TV-nél? 2010. november eleje óta körülbelül. November 11-én volt az első műsora a Paksi Palettának. Engem Kövi Gergő, a Paksi Hírnek főszerkesztője kérdezett meg, hogy lenne ékedvem részt venni egy ilyen magazinban, és mivel akkor egy kicsit több volt az időm, szívesen beleugrottam a sűrűjébe. 3 éve már, hogy forgatjuk a Paksi Palettát. Mióta itt vagy a Paksi média világában, milyen hírességekkel volt szerencséd interjút készíteni? Elkezdtem egyszer írni egy listát. Ez nekem jó volt, hogy a később évben segítsen visszaemlékezni. Volt szerencsém több zenésszel, színésszel és média személyiségekkel beszélgetni. Szívesen emlékszem vissza a Zaher Gábor interjúra, Nagy Bandó András, Maksa Zoltán interjúra. Volt lehetőségem az ismerős arcok énekesével, Nyerges Attillával, Rúzsa Magdival, Mező Misivel, a Bikini Együttessel forgatni, illetve a színészek közül Kulka Jánossal, Détár Enikővel, Rékasi Károllyal, Vámos Miklós íróval, úgyhogy szerencsére hosszabb már a lista, Séfer Erzsébettel, vele is jó volt beszélgetni. Úgyhogy Karamell például, akit még ismerhetnek a fiatalok, ő is volt már Pakson adott koncertet és akkor interjút is nekünk. Melyik a legkedvesebb élményed ezek közül? Az a Herr Gábor interjú, mert az egyik. Mert adott egy 2 órás műsort Pakson diákoknak, és utána, hát előtte még talán Földváron is járt, hogy Bölcskén, és utána még adott egy több mint fél órás interjút nekünk, és nem látszódott rajta, hogy most ehhez se kedve, se ideje, se energiája. Nagyon készséges volt, és nagyon jó beszélőkéje van, tehát amikor nem akarsz valakivel abba hagyni interjút, na azt gondolom egy jó beszélgetésnek. Ő volt az egyik ilyen, Séfer Erzsébet volt, aki olyan átéléssel és látszott, hogy minden kötelezettség nélkül nyilatkozott, hogy ha nőket kell említenem, akkor őt, illetve Pokorniliát is említeném, de a többiekkel is teljesen korrekt és jó beszélgetések készültek. Milyen vicces élményeid vannak, mióta a tévénél dolgozol? Néha összegyűjtjük a bakikat, amik itt készülnek, sőt, annak idején egy falon vezettük azt, hogy ki hányszor mondja, hogy ez egy jó kérdés. És akkor volt egy jó kérdés rovat, ez egy nehéz kérdés, volt egy nehéz kérdés rovat, meg volt, aki hál' Isten valami másfajta kombinációt használt, hogy ez egy nem mindennapi kérdés például. De most ezt nem azért tettük, hogy magunknak, mert már emlékeztünk, hogy ez egy kicsit ilyen időhúzó szokott lenni, hogy ez egy jó kérdés, stb. És ez miatt kezdtük el most regulálni, hogy ki hányszor teszi. De higgyek el a nézők, hogy több akit teszünk el, amit én követek el. Tehát nem jól mondom fel a felkomfort, vagy a lekomfort,
valamikor olyan összetett kérdés születik, ami egyrészt elég hosszú, másrészt pedig az alany se tudja utána, hogy akkor mi volt a kérdés eleje. Szóval szoktam elég sokat vakizni, de hát ez a vágásnak a szépsége, hogy helyre lehet hozni az ilyen hibákat is. És mi volt az ilyen legnehezebb élményed a munka során? Azok a nehéz élmények, amikor kapkodni kell az interjúval, és nem elég neked 3 vagy 4 perc. Lehet, hogy egy híradóhoz esetleg igen, de egy mélyebb interjúhoz, ahhoz, hogy a közönség, akit eleve már ismerhet újságból vagy tévéből, de valami olyat tudjon meg az én kérdéseimen keresztül az alanyról, amihez több idő kell. Na, ez az, ami néha nehézkes és nehéz helyzeteket hoz. Ezért szeretek mondjuk az esemény után beszélgetni valakivel, vagy nyugodtabb légkörben, mert akkor teljesen mások a válaszai az alanynak, mint hogyha előtte kapkodva a műsor előtt gyorsan összedobunk 10 percet. Mit tesz valakit jó riporterre? Ahogy én látom, az, hogyha kíváncsi az alanyra, akivel beszélget, és nem csak kötelesség, vagy műsoridő, vagy hogy meglegyen a jövő heti magazinja is, teszi ezt, hanem az elejétől kezdve, ugye az interjúegyeztetéstől kezdve az interjú megvalósulásáig, illetve az utavú munkával úgy, hogy elküldi neki, vagy odaadja neki az anyagot DVD-n. Tehát eleje, közepe, vége is van egy interjúnak. És talán a kérdezni, ahogy említettem nektek az előző előadásban, az a fontos, hogy legyenek az embernek kérdései, és ne azok a mindennapi megszokott kérdései az interjú alany felé, hanem valami plusz is legyen abban a műsorban, amit lát majd a néző. Mik a te terveid a jövőt illetően? Én jelenleg a Kulturális Központban dolgozom kulturális szervezőként a Csengélyben. Nagyon jól érzem magam, ez mellett örülök, hogy párhuzamos ez a munka, amit teszünk, mert igazából ugye kulturális magazint forgatunk Babai Pistivel, és ez párhuzamban van, azt tesszük. Ez a kettős dolog nekem jelenleg nagyon tetszik. A későbbi terveim is Pakshoz köthetőek. Az mellett, hogy munkája van az embernek, szeretne a családjával is majd egyszer itt élni, illetve olyan önmegvalósító dolgok, hogy én zenélek is, és azt pedig szeretnék tovább csiszolni, illetve több alkalommal megmutatni a közönségnek, hogy mit szeretek én, illetve milyen szövegeim vannak. Még mindig Ádám vagyok. Nagyon szeretek kosarazni, de nem nagyon tudok. A következő percek főszereplői viszont annál is inkább. A Diákolimpia keretein belül rendezték meg január 24-e és 26-a között a 6. korcsoport országos kosárlabda döntőjét, melyen iskolánk fiúcsapata is részt vett. A döntőnek az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium sportcsarnoka, valamint az Atomerőmű Sportegyesület sportcsarnoka adott otthont. 8 fiú és ugyanennyi lánycsapat mérte össze ügyességét. A megyéből az első Béla Gimnázium lánykosár csapata az előkelő 3. helyet szerezte meg. Az eseményről Nagy Gábort, az ESZI fiú csapatának edzőjét kérdeztük. Mely csapatok vettek részt a Diákolimpia döntőjében? Hát az országos Diákolimpia 6-os korcsoport fiú és lány csapatok voltak az ország legjobb 8 csapata, akik a selejtezőn bekerültek. Hát volt itt Pécsről, Kaposvárról, Szombathelyről, Tiszaújvárosból, mi képviseltük a paksi színeket, és Pestről is volt csapat. És hát a lányoknak is az ország szinte minden részéről. Ugyebár a fiú csapatok között ott volt az ESZI csapata is. Milyen eredménnyel végeztek? Hát az ESZI 21 évvel ezelőtt tudott bejutni az országos döntőbe, akkor még a Gulyás Robi járt ide az iskolába. És hát nagy meglepetésre a megyei döntőt megnyertük, mert az erősebb Vakbottyány ellen tudtunk nyerni a megyei döntőbe. És mivel Paks rendezte az országos diákolimpia döntőt, ezért nem kellett nekünk selejtezőt játszani. A gimisek sajnos Pécsen egy pár ponttal kikaptak, így ők nem tudtak bekerülni. 2-4-es csoportban voltak a csapatok, nekünk viszont jó sorsolásunk volt. Debrecennel voltunk együtt, a Tiszaújvárossal voltunk együtt és a Péccsel. Most azt hozzá kell tennem, hogy az a bravúra, hogy a megyei döntőt megnyertük, azt köszönhető a Bakis Anyinak, aki 32 pontot dobott akkor, és ő megsérült, tehát ő nem játszott ezen a Diákolimpián.
és ez nagyon meglátszott a csapaton, mert nagyon hiányzott. Így hát úgy mentünk neki ennek az egész sorozatnak, hogy a tisztes helytállás, minden jobb meccseket tudjunk játszani. Az első mérkőzésünk nem nagyon sikerült, mert az egyik legerősebb csapat a Debrecenbe kerültünk össze, és itt akkor a 40 pontos különbség kialakult, és így nem játszottuk végig a meccset. Tehát a többi mérkőzésen viszont azért helytálltunk, mert 20 pontban nem nagyon kaptunk ki jobban, sőt, az utolsó csoportmeccsük még 32 percig is vezettünk, de aztán a végjátékot kicsit elrontottuk, így a 7.-8. helyet tudtunk játszani, és ott is 15 percig tartottuk magunkat, hogy mindig is kellett volna, de hát nagyban befolyásolta azt, hogy a legjobb játékosunk nem játszhatott. Büszkén jelenthetjük, hogy az ESZI magazin stábja fennállása óta sikeresen felkutatta és megszólaltatta az összes visszatérőt, azaz minden olyan tanárunkat, akik diákkorukban az ESZI tanulói voltak, ma pedig már tanárként vannak velünk. A sort a legújabb visszatérővel, Halászedi tanárnővel zárjuk. Mikor és milyen szakon végzett az ESZI-ben? 2005-ben érettségiztem, és 2006-ban technikusiztam, mint pénzügyi számviteli ügyintéző. Melyek a legkedvesebb emlékei az ESZI-s diákévekből? Hát számos van, hát szerintem az osztálykirándulások azok, amelyik kiemelkedő, ugye a tortaépület, amikor voltunk Angliában, az szerintem a legkedvesebb, mert ott mégiscsak egy hétig voltunk összezárva a messzeségben, és ott szoktunk igazán össze. Tehát én az angliai utat emelném ki. Mikor tért vissza, mint tanár? 2013. szeptemberében. Mi ösztönözte a visszatérésre? Szerettem ide járni, az angliai út csak egyike volt az boldogi töltött éveknek, és úgy gondoltam, hogy ha tanár szeretnék lenni, és ha tanítani szeretnék, akkor mindenféleképpen itt, mert ez a második otthonom, és ez ösztönzött, és hála Isten meg hely is volt, ahova lehetett jönni. Milyen érzés volt a másik oldalon állva ismét az iskola vérkeringésébe kerülni? Nagyon furcsa volt, nagyon nehéz volt megtartani azt a távolságot mondom azt, hogy a gyerekek és köztem, tehát ugye én már átléptem a másik oldalra, tehát innentől kezdve én voltam a tanár, de valahogy felötlött bennem, hogy nem is olyan régen, még én is ott ültem, és hogy milyen jó volt diáknak lenni, és néha nagyon nehéz volt megtartani azt a bizonyos távolságot, de kihívásokkal is gazdagított, és én szeretem, furcsa, de nagyon szeretem. Mit tart fontosnak tanárként? Azokat az értékeket, amiket régen még felénk is közvetítettek, hogy az életnek igenis van értelme, és érdemes harcolni az álmainkért. Néha azt veszem észre, hogy a gyerekekben nincs semmiféle motiváció, nincs amiért dolgozzanak. Tehát ők ezt most csak egy tehernek látják, nem pedig úgy, hogy ez egy kincs, tehát a tudás, amit ők megszereznek, ezt nem veszik el tőlük, és hogy ezzel tudnak tovább érvényesülni. És ezt az értéket szeretném tudatosítani és erősíteni bennük, hogy magukért tanulnak, nem azért, mert már bárki más boldoggá kell tenni. Mivel foglalkozik szívesen szabad idejében? Alszom. Nagyon szeretek túrázni, horgászni, biciklizni, sétálni, vagy csak egyszerűen leülök, olvasok. Elképzelés a jövőről? Hát hosszú-hosszú ideig tanítani, de a jövő az egy olyan, hogy az ember tervez, Isten végez, ugye, ahogy szokták mondani, semmi konkrét elképzelés. Majd egyszer valamikor szeretnék családot, de most egyelőre minden energiámat a tanítás felé szeretném, vagy a tanításba szeretném fektetni. Amíg rájövök, hogyan tudom beszkenelni magamat, hogy e-mailben utazhassam körbe a világot, tekintsék meg összefoglalónkat a tanirodáról. A taniroda kialakítására az ezredfordulót követően került sor, amikor az iskola alapítványi formában kezdett működni. Ekkor kezdődött el a közgazdasági szakmacsoportos képzés, a már hagyományosnak mondható menedzserasszisztens a későbbi ügyviteli szakmacsoport mellett. A taniroda kialakításának elsődleges célja a gyakorlati képzés helyszínének biztosítása volt. A különleges szaktanterem az eszközparkot és a különböző felszereléseket, gyakorlati lehetőségeket tekintve országos szinten is egyedülálló. A közgazdasági és ügyviteli képzésen 11. osztálytól kezdve van tanirodai gyakorlatuk a diákoknak, amit a nyári gyakorlat egészít ki, ahol a megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat a következő tanév gyakorlati óráiba építik be.
A tanirodai gyakorlaton megismerkednek a vállalkozások alapításával, működésével. Virtuális cégeket alapítanak, társasági szerződést készítenek, munkavállalókat vesznek fel. Ez utóbbi pályázati kiírások összeállításával kezdődik, az állásinterjúval folytatódik, és végül munkaszerződéseket, munkaköri leírásokat is készítenek. Megismerkednek az ügyviteli munkával a gyakorlatban, a különböző iratokkal, az iktatással, és ezeket gyakorló cégek működése során folyamatosan alkalmazzák. Ezek a virtuális vállalatok egymással kereskednek. Ajánlatokat kérnek és adnak, megrendeléseket küldenek, majd ezek teljesítése után a pénzügyekhez kapcsolódó feladatokat is elvégzik. Az ügyvitelisek elsősorban az iroda titkári adminisztrációjával foglalkoznak, a végzős közgázosok könyvelik is az egyes gazdasági eseményeket, saját cégeikre kezdik használni a könyvelőprogramot. A tanirodában van 22 számítógép, 2 fénymásoló, ami hálózati nyomtatóként is üzemel, szkennerek, telefonközpont és faxok, iratmegsemmisítők, laptopok, laminálógépek, spirálozógépek, lyukasztók, kávéfőző és minden, ami egy irodában előfordulhat. Ezeken a berendezéseken kívül az iktatáshoz kapcsolódó dokumentumok és könyvelési munkához kapcsolódó bizonylatok is megtalálhatók, melyeket a vállalkozások működése során használnak is. A tanirodai gyakorlaton kívül a 13. évfolyamon sokszor használjuk a szakmai órákon is a tanirodát. Külön tantárgy keretében tanulják az adózási ismereteket, és hetente több tanórán elektronikus adóbevallások készítését sajátítják el. A könyviteli és pénzügyi számítógépes programokkal foglalkozó tantárgy alkalmain az analitikus és szintetikus számítógépes könyvelést gyakorolják. A diákok jelentős része tovább tanul, és elég széles a skála, hogy milyen irányban. A közgazdasági képzéstől a gépész szakmáig sokféle irányban. Vannak, akik dolgozni kezdenek, és a szervezéssel, protokollal kapcsolatos ismereteiket tudják használni, vagy a pénzügyi, számviteli ügyintézők gyakran könyvelőirodákban kapnak munkát. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyakorlati ismereteket a továbbtanulók is jól tudják hasznosítani, és új jelenségként azzal is találkoztunk már, hogy az egyetem mellett van, aki munkát vállal azzal a végzettséggel, amit nálunk szerzett. Ismét egy kis időutazásra invitáljuk nézőinket. Olyan felvételekre bukkantunk, melyek adásunk egyik témájához, a kosárlabda döntőhöz kapcsolhatóak. 1988 és 1992 között rendezték meg a Festo Nemzetközi Diák Kosárlabda Kupát, melyen Európa számos országa képviseltette magát. Többek között például a németek, osztrákok, törökök, olaszok. A kupát az osztrák Festo cég szponzorálta, miután iskolánkban is van egy Festo pneumatikai oktatóterem. 1992-ben az ESZI csapata megnyerte ezt a kupát. A bejátszásban a fergeteges döntőről, az utolsó pillanatokról láthatnak részleteket, amikor is a két csapat fejfeje mellett küzdött az utolsó másodpercekig. A csapat tagja volt az Európa válogatottságig jutó Gulyás Róbert is. A győzelmi ováció után pedig az eredményhirdetést láthatják. Érzem, hogy ez volt az ESZI magazin 13. adása. És azt is látom, hogy hamarosan itt a 14. Most pedig kérem önöket, tegyék a képernyőre a kezüket. Köszönöm. Most pedig gyorsan töröljék le, mert jó maszatos lett. Hamarosan újra találkozunk.